Sziasztok, Rikári féle kávévlog. Egyből feltámad a szél, ahogy elkezdek vlogolni. Itt vagyunk a pécsi indítóban, legalábbis autóbuszállomáson, csak nem tudom, például Ózdon, meg ott a Észak-Magyarországon úgy hívják, hogy indító. Kisalföldön, meg Győrbe, meg vidékinek hívják a sárga buszállomást. Na mindegy, szóval itt vagyunk a buszállomáson. Bejelentkezem már egy kicsit, hogy nehogy azt higgyétek, hogy eltűntem. Jól telik a Szabi. Kár, hogy holnap haza kell menni. Ugye eredményes videózási nap volt tegnap előtt. Ugye Bencével itt bejártunk dolgokat. Ugye az egyik videót már láthatjátok. De aki a nézői csoportot követi, az láthatta, hogy a villamosos téma is lesz, és az ügyben még ma is fogunk forgatni. Most pedig kicsit korán értem ide, mert bejöttem, későn keltem, és bejöttem a városba. Gondoltam, hogy egy ilyen kis piaci reggelizés lesz. Hát ez már olyan 11 órai volt, de hát ha egyszer Szabin van az ember, akkor Szabin van. Úgyhogy itt van mögöttünk a fehér buszok mögött ott a vásárcsarnok. Aztán ott nyomtam be így talpon állva egy jó kis sült kolbit. Nagyon fini volt, kicsit csípős, orromat is tisztítsa, teljesen jó. És most isszuk hozzá a kávét. Úgyhogy most korán értem ide, várom Bencét, és megyünk ki az Ikarusz falodába. Nagyon jó hely, tavaly is kajáltam már ott a tavalyi Szabim alatt, amikor Pécset voltam. És most ma a mai ebédet néztük ki erre a dologra. Amúgy most egy éves az Ikarusz faloda, és most már azt hiszem három Ikaruszuk van, meg van ott egy Merci is, meg izé. Majd lehet, hogyha olyan lesz a szitu, akkor lehet, hogy bemutatom nektek azt is. Mert nagyon jó kis hely, jókat lehet kajálni. Na, tegnap meg, ugye tegnap előtt annyit csidejóztunk, meg úgy elfáradtam, ugye a tűző napon majd napszúrást kaptam. Még kisétáltunk Pécsbányára, vagy a Pécsbánya rendezőhöz, mert ott ugye pont elment az órunk előtt a busz, aztán ott még csúcsidőben is fél óránként jár, azt gondoltuk, hogy kisétálunk, hát persze leelőzött minket a busz, úgyhogy lehet, hogy jobb lett volna megvárni, de mondjuk útközben is pár snittet felvettem, úgyhogy annyira nem bántam meg. Na, és akkor tegnap meg be se kapcsoltam egyik kamerát se, tehát még talán egy selfit se nyomtam. Tegnap ilyen bandázós nap volt, ugye egész délelőtt vágtam a videót, akkor délbe az kikerült, utána kicsit rá kellett pihenni, mert úgy reggel 6-kor keltem tegnap, és egész délelőtt étlen szomjan megállás nélkül a videóval voltam elfoglalva. Látjátok, hogy mennyi meló. Nem olyan, mint az a vlogolás, hogy bekapcsolom a kamerát, azt belemondom a hülyeségemet, hanem hogy egy olyan komolyabb videóban, relatíve komolyabb, pedig megcsinálhattam volna precízebbre is, de hogy egy olyan videóban mennyi meló van, hogy egész délelőtt ráment. Na, és akkor utána tegnap pihentem egy kicsit, aztán bandázás volt. Ismerősökkel találkoztam, Márióval, akinek a buszát tavaly bemutattam, tudjátok, akinek az Ikaruszát, hogyha nem emlékeztek, akkor keressetek rá, Márió busza van egy ilyen videóm. Ővele mentünk el este kajálni, meg sörözgetni. Úgyhogy kipróbáltam a pécsi éjszakai, igényvezérelt éjszakai járatot. Még talán ezelőtt még soha nem ültem igényvezérelt járaton, pedig nekem is vannak igényvezérelt vonalaim otthon. De itt nincs applikáció, meg nem kell előre bejelentkezni, meg ezért felszállok a buszra, búzatérig megy a busz, de ha vannak utasok, akkor tovább megy. Aztán ennyi, így van megoldva. Nagyon egyszerű, szól az ember a sofőrnek, hogy meddig megy, és ha nincs utas, akkor ez akkor onnan a búzatérről irány a garázs. Itt így működik. Nem ilyen, nincs túl variálva a dolog. Hát jó, hát aki lefelé akar jönni, annak nem tudom mi van, annak nem tudom, hogy telefonálni kell, vagy lefelé nem lehet jönni, azt nem tudom. Na jól van. Ennyi ez a kis kurta vlog. A buszokat nem mutatom meg, mert már úgy, hogy nem megyek körbe, mert nem szeretik a volánnál, hogyha videózik, meg fotózik az ember. Hát van ilyen ezen a szint, ezen a területen egy kicsit így nem, hogy mondjam, így nem szeretik annyira a nyilvánosságot. Na, hát ez a szabály, úgyhogy csak ilyen blogolgatást nyomtam.
Na hát aztán itt még akkor elolvasgatok, meg elvárogatok ilyen kis leülős, ilyen kertes, ilyen kis izé van itt a buszállomás közepén. Itt elücsörgök, jön a cimbi, aztán megyünk kajolni az Ikaruszba. Az lenne, hogy Ikarusszal mennénk. Ha Máriónak kész lenne a busza, akkor meg lehetne dumálni, hogy menjünk ki busszal. Na jól van. Köszi, hogy megnéztétek. Most ez egy ilyen kis, még ilyen álmos dolog volt. Majd még jelentkezem. Sziasztok. Tschüss.